Tisztelettel köszöntöm Önöket. Mai adásunkban a Bajnokok Városának egyik feltörekvő sportágáról lesz szó. Annál is inkább, hiszen a Fehérvár Lions, amely egyébként egy frisbee csapat, tehát repülő korong csapat 2012-ben alakult, tehát ebben az esztendőben 2017-ben ünnepli fennállásának 5. évfordulóját, és most kezdődik a szezon, és ennek apropóján egyébként nyílt edzéseket is tartanak. Nos, a következő jó néhány percben erről és a 2016-os esztendő értékeléséről is szó lesz. Vendégem a stúdióban Misi Anett, a Fehérvár Lions csapatkapitánya. Köszöntelek a stúdióban. Itt már megjegyezted, látva a díszletet, hogy a frisbee mindenhol utat tör magának, itt mögöttem is gyakorlatilag néhány frisbee látható. Hogy volt ez Fehérváron? Mennyire és hogyan tört magának utat, vagy mennyire tudott magának utat törni ez a sportág? Igen, Fehérváron 2012. márciusában néhány fiatal alapította a csapatot. Ők igazándiból még csak így eljátszogattak, hobbi szinten dobálgattak, és utána ebből nőtte ki magát a mostani csapat, akik versenyszerűen játsszuk az Ultimate Frisbee-t. Azt olvastam valahol, a leggyorsabb, leglátványosabb és legsportszerűbb játék a frisbee. Miért? Igen, nyilván a leggyorsabb, leglátványosabbból vitába lehetne szállni. Egyébként egy tényleg nagyon gyors, dinamikus sport, robbanékonynak kell benne lenni, sokat futni és sprintelni. A legsportszerűbbel viszont, amennyire én ismerem az összes többi csapatsportot, nem lehet vitába szállni, ugyanis az Ultimate Frisbee-ben nincs bíró a pályán, hanem a játékosok saját maguk döntik el a vitás eseteket, hogy szabálytalan volt vagy nem, egymásra vagy akár épp saját magukra hívják be a szabálytalanságokat, és nem szabálytalankodnak szándékosan, tehát ez kicsit hihetetlenül hangzik, de tényleg így van. És sok a vita? Vagy van vita? Van természetesen, mert sokszor nyilván vitás egy eset, például vonalon volt, kint volt, bent volt egy elkapás, vagy nem. Sokszor maga a játékos sem látja pontosan, de nincs szándékos vita, tehát tényleg csak, hogyha fölmerül valami, hogy na ez most lehet, hogy egy falt volt, egy szabálytalanság volt, akkor azt megbeszéli a két játékos. Ez általában néhány másodperc, néhány perc alatt lezajlik, és folytatódik a játék. Ugye gyakorlatilag ez, ahogy én tudom, a játék szellemisége, így apostrofáljátok ezt a hozzáállást, igen. Ugye a spirit of the game, ami valóban egyedülálló egyébként a sportágak között. Igen, és ez a Spirit of the Game, ez egy díj is, tehát minden torna végén, nálunk a tornák általában egynaposak vagy kétnaposak, esetleg egy Európa bajnokság, világbajnokság az egyhetes. Úgy néz ki, hogy több meccset játszunk, és akkor minden csapat pontozza az ellenfelének a spiritjét. Uh-huh. És akkor a végén kijön az, hogy ki a Spirit díj nyertes, ami egyenértékű az első helyezettel. Most nálad hogy kezdődött a sportág, a frisbee iránti elköteleződés? Talán itt Fehérváron ismerkedtél meg ezzel a... Igen, én már 13 éve kezdtem a sportot, és nem itt, hanem az ország keleti felében, Miskolc, illetve Ózd vonalán. A Miskolci Egyetemre jártam, akkor ott volt egy csapat, illetve Ózdon voltak barátaim, ott is volt egy csapat, az volt az első igazi magyarországi csapat, és akkor így rajtuk keresztül megismertem a játékot. Csak sajnos a Miskolci Egyetemen akkor a csapat épp kicsit haldoklófélben volt, illetve reggel 6 órakor voltak edzések, ezért úgy döntöttem, hogy kéne egy olyan csapat, ami él, működik, rendszeresen tudok edzeni, és ezért otthon a lakóhelyemen alapítottam egy csapatot, ez Markaz volt Gyöngyös mellett. És mi fogott meg téged ebben a játékban? Elég régen volt már, úgyhogy nem pontosan emlékszem mindenre, de az, hogy sokat kell benne futni, gyorsnak kell lenni, azt tetszett, nagyon gyerőnlét kell hozzá. Én régebben kiokosin karatéztem, onnan talán megvoltak ezek a képességeim hozzá, illetve hát amire azért biztosan emlékszek, hogy ez a Spirit of the Game, ez nagyon tetszett. Hát éles váltás, karate és a frisbee. Igen, bár a karate sem nem egy erőszakos sport egyáltalán. Említetted már ugye azt a szakágat, amiben a Fehérvár Lions is megméreti magát, ez pedig ugye az Ultimate. Igen. De nem csak ebből áll maga. A frisbee? A frisbee. Igen, rengeteg...
nem tudom felsorolni mindet, nyilván szerintem maximum 10 frisbee sportág van, ilyen például a disc golf, ezt mindenki sejtheti, hogy miből áll ugyanolyan, mint a golf, csak épp egy kosárba kell a korongot több dobással eljuttatni. Van olyan, hogy DDC, ez kicsit a frisbee teniszhez hasonlít, ez két-két ember játsza egymás ellen két koronggal, vagy például a freestyle, amikor pörgetik a korongot, ez mind hasonló, mint a freestyle foci például. Ez pedig itt az Ultimate, amivel ti foglalkoztok, ennek hogyan épül fel a szabályrendszere? Mi a lényeg? Igen, itt az, a fő szabály az az, hogy a korongot juttassuk el egy zóna területre, nagyon hasonlít ebben a rögbihez, vagy az amerikai focihoz, ott ugye a labdával futnak be általában a zóna területre, nekünk nem szabad futni a koronggal, a korongért futni kell szinte mindig, de mihelyt elkapja a játékos, meg kell beleállni, és innen csak tovább passzolhatja. És így általában sok kis passz, néha viszont egy egész pályás passz révén juttatjuk be a korongot a zóna területre. Nagyon fontos, hogy tehát nem csak szándékosan szabálytalankodni nem szabad, hanem egyáltalán semmilyen testkontakt nem engedélyezett. Nyilván előfordul néha, és akkor a két játékos megítéli, hogy ez befolyásolta el mondjuk az adott elkapást, vagy nem. Hát azért mondjuk kosárlabdában, vagy amerikai futballban lényegesebben könnyebb blokkolni, vagy a játékszert megszerezni, mint mondjuk a frisbee-ben. De egy ilyen pici, legalábbis így szemből nézve pici kis korongot elkapni, ami ráadásul gyorsan halad, ez nem lehet egyszerű. Igen, ezért kell gyorsnak lenni, mint a korong maga is gyors, ezért fontos nagyon a robbanékonyság, hogy be tudjuk például védekezésnél előzni az elkapó játékost, és leüssük előle a korongot. Vagy eleve annyira rátapadjunk, hogy nem merjék neki oda passzolni a korongot. Mekkora pályán? A szabványpálya az 100 méter x 37 méter, tehát olyan, mint egy focipálya, olyan hosszú, és a szélesség az nagyjából a fele. Teremben pedig 20x40 méteres. Hány játékos? Nagy pályán 7-7 játékos van, kis pályán pedig 5-5 játékos, de ez úgy néz ki, hogy főleg nagy pályán általában 100 perces egy mérkőzés, és ezért sorcserére van szükség, legalább egy sorcserére, mert ugye ez tényleg rengeteg sprintből áll a játék, tehát gyorsan el lehet akár pár perc alatt fáradni annyira, hogy egy cserére legyen szükség, cserélni pedig minden pont után lehet, tehát pont közben itt nem lehet cserélni. Játékidő? Az mennyi? Csak hogy végigjárjuk a Igen, igen, a ez szabályok. A nagy pályán 100 perc a szabályos játékidő. Pihenés megszakítás nélkül? Szokott lenni félidő, illetve van időkérés is félidőnként, csapatonként egy-egy. Még az jelentheti a pihenést, ha csak nem megy le cserélni az ember, tehát pontonként le lehet menni cserélni, és akkor nagyjából mondjuk 3-4 percig eltart egy pont, addig nagyon intenzíven sokat kell futni, utána lemegy a játékos és pihenhet ugye 1-2 pontot, de két pont között, tehát pont után úgy néz ki a játék, hogy térfélt cserél a két csapat. És akkor átsétálnak egyik csapat ide, másik csapat oda, ott is eltelik 1-2 perc, kicsit ott is lehet pihenni, és akkor újra indul intenzíven a játék. Azt gondolom azért is fontos, hogy valamelyest számba vegyük ezeket a szabályokat, nehogy azt higgyék a kedves nézők, hogy itt arról van szó, hogy két-három ember passzolgat egymás között, korán sem. Igen, igen, sajnos ezért nagyon nehéz toboroznunk új tagokat is, mert ha azt mondom valakinek, hogy gyere frisbizni, akkor ugye általában megmosolyogják, és pontosan erre gondolnak, hogy a strandon dobálgatunk, vagy a kutyának dobálgatunk, miközben az Ultimate az teljesen más, nyilván mi is dobálgatunk, csak közben rengeteget kell futni, küzdeni kell a pályán, és ez tényleg egy csapatjáték, ahol a taktikának is nagyon nagy szerepe van, tehát nem elég csak gyorsnak lenni, jó erőnlétűnek, meg jól dobni, a taktika az még nagyon sokat tud befolyásolni a játékon. Mennyire van szakirodalom ennek a sportágnak? Te például pusztán gyakorlatból, vagy a gyakorlat során sajátítottad el, vagy máshonnan is tudtál építkezni? Igen, amikor én kezdtem, akkor itthon még nehéz volt szakirodalmat találni, akkor inkább a többi csapattól, régi játékosoktól tanultam mindent. Most már azért van magyar szakirodalom is, például a frisbee.hu-n a szövetség honlapján is lehet leírásokat találni, de most már ugye angol nyelvű szakirodalom is az rengeteg van, illetve YouTube-on videók, beírja az ember Ultimate Frisbee, és akkor ehhez rengeteg mindent lehet találni, akár oktató videókat is, nem csak mérkőzéseket.
Igen, egy picit szemezgettem ezek között, és hát néhány kifejezés legalább olyan bonyolult, mint mondjuk az amerikai futballban, tehát svájci érkező, svéd, káosz, ilyenekről olvastam. Igen, ezek, gondolom, ezek a drilleknek a nevei. A drilleknek nevezzük a gyakorlatokat, amiket edzéseken végzünk, tehát általában ilyen futós, passzolós gyakorlatok. Hogy sikerült az elmúlt esztendő számotokra itt Fehérváron? Egyáltalán mi volt a célkitűzés? Hát az elmúlt esztendő nagy változást hozott minden téren, volt számunkra egy nagy meglepetés is, illetve voltak tervek is. A terv az az utánpótlás bázisunknak a növelése volt, ez teljesen jól sikerült, mert mostanra azt mondom, hogy van egy állandó nagyjából 15 fő, inkább általános iskolás, illetve 14-15 év körüli junior játékosunk, akik járnak az edzéseinkre, illetve járnak most már versenyekre is, és szerencsére elég szép eredményeket érnek el. Ők többnyire a Várpalotai Vásárhelyi Általános Iskolából járnak, és néhányan vannak fehérvári lakhelyű juniorok. Az ő eredményeik, hát tényleg csupa jót tudok mondani, tavaly volt az első diák olimpia áprilisban, ekkor még ez a csapat nagyon újoncnak számított, november óta jártak hozzánk, és így elhoztak egy harmadik, egy ötödik és egy hatodik helyet. Majd most ősszel folytatódtak nekik a súlyis versenyek, és itt eddig minden kategóriában megnyertek, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk. Te egy fontos dolgot említettél, hogy diák olimpiai szám most már a frisbee. Ez mennyire jelzi a frisbee elismertségét, vagy azt, hogy mondjuk befogadnak titeket a sportközegbe? Hát nyilván ez jelzi azért az elismertségét, ugye tagjai vagyunk most már a MOB-nak, Sportági Szakszövetség, a Magyar Frisbee Szövetség, nyilván így tud diákolimpiát is szervezni. Talán erről a szövetség többet tudna mesélni, mint én próbálok egyelőre a fehérvári csapatra koncentrálni, és nem az országos dolgokra. De igen, diákolimpiai sportág lett, idén is lesz diákolimpia április 21-én, és mi is igazából szeretnénk ösztönözni a fehérvári iskolákat is, hogy indítsanak csapatot. Azért hozzá kell tenni, hogy még ugye új a sportág, főleg az iskolák szintjén néhány éve indult be. Tehát azt mondom, hogy talán a legrégibb sulis csapat is körülbelül 3 éve játssza ezt a játékot, és rengetegen vannak, akik 2016-ban kezdték el, különböző pedagógus képzések voltak, és akkor ennek során kezdték el a játékot, ugye a pedagógusok elkezdték oktatni a testnevelés órákon. Tehát aki most csatlakozik be, az akár tehetséges fiatalokból néhány hónap után ki tud egy olyan csapatot állítani, aki még a mostani diákolimpián igazi eredményeket is elérhet. Tehát számunkra tényleg öröm lenne, hogy minél több székesfehérvári suli bekapcsolódna az Ultimate Frisbee programba. Mi egyébként minden segítséget megnyújtunk hozzá, tehát bemegyünk testnevelési órákra, bemutatót tartani, nyitottak a junior edzéseink, tehát hogyha egy testnevelő tanár azt mondja, hogy ő elhoz most ide 10 gyereket, akkor még azt is megoldjuk. Szóval az utánpótlás terén jól haladnak a dolgok. Mi volt a helyzet a felnőtteknél 2016-ban? Ugye a First Field-en országos bajnokságnak is. Igen, ez volt számunkra a meglepetés, hogy még mi sem tudtuk egy évvel korábban, hogy felújítják a pályát, és hogy ott nekünk is helyünk lesz, úgyhogy ez egy meglepetés, és egy nagy öröm volt számunkra, mert odáig igazándiból vándoroltunk, kezdtük a Bregyóban, ahol abszolút nem voltak jók a feltételek, utána a Köfén pályán, a rögbisek mellett tudtunk edzeni, ugye annak a pályának sem nem a legjobb a minősége, nagyon kemény, nem túl jó sprintelni rajta, futóedzést tartani rajta, nem volt saját öltözőnk. Úgyhogy igazándiból az, hogy a volt MÁV pálya, most már First Field, nagyon jó minőségű pálya, reflektorok vannak, tudunk sötétben is edzeni, van saját öltözőnk, ez egy nagy előrelépés volt. Arról nem is beszélve, hogy színvonalas bajnokságokat tudunk végre Székesfehérváron rendezni, mert azelőtt sajnos mindig valamelyik környező kis településre kellett ezeket kivinnünk. Mennyire volt népes a mezőny az országos bajnokságon itt a First Field-en, és számotokra hogy zárult? Az országos bajnokságon, most azóta rengeteg versenyünk volt, ez pont nem a legsikeresebb versenyünk volt, sajnos itt két kategória volt, az Open. A frisbee-ben az Open kategória azt jelenti, hogy bármilyen nemű játékos beállhat, tehát általában csak fiúk vannak, ha van elég fiú, és van a női, ez egyértelmű, van még a mixed, vagy koedukált kategória, ahol fiúk, lányok együtt vannak a pályán, egyébként nekünk most ez az erősségünk, illetve a női.
Úgyhogy, és ez nagy pályás torna volt. Itt most úgy tudtunk kiállni, hogy a szegedi csapattal, ők egy ilyen baráti csapatunk, összeálltunk mindkét kategóriában. Tehát openben is, nőiben is. A nőiben sajnos az utolsó hely lett meg, openben az utolsó előtti hely lett meg, tehát ez most nem volt a legsikeresebb bajnokságunk. Nőiben több játékosunk lesérült, tehát igazándiból a fehérvári lányok elég kis részét tették ki a csapatnak. De minden esetre a First Field-en egyfajta otthonra lehetetek. Igen, igen, igen. Az Entroners, az amerikai focistákat nem hívtátok ki még egy meccsre? Még erre nem volt alkalmunk. De majd lehet megpróbáljuk, viszont azt nem ígérem, hogy egy amerikai foci meccsre kihívhatnak cserébe. Bár a fiúk lehet más mondanak. Fiúk vagy lányok? Lányok vagy férfiak vannak többen a csapatban? Sajnos az a baj, hogy férfiak, azért mondom, hogy ez probléma, mert hogy ez tényleg az a sport, ami nem az, hogy keménynek kemény, de nem túl zúzós, tehát nincs sok szabálytalanság, nem annyira sérülés veszélyes, legalábbis nem abból adódnak a sérülések, hogy összeütközünk, lerántjuk egymást. És ennek ellenére azt mondom, hogy kétharmad, egyharmad az arány. Itt a mi csapatunkban egy kicsit talán még rosszabb, inkább háromnegyed, egynegyed, tehát kevesen vagyunk lányok, pedig egy nagyon jó lánycsapatunk van, de eddig csak, amint mondtam is, nyáron nagy pályára nem tudtunk kiállni, kis pályára ki tudtunk állni, ott elég eredményesek voltunk az elmúlt egy évben, több kis bajnokságot megnyertünk, illetve országos terembajnokok vagyunk már, bocsánat, nem bajnokok, szerettünk volna lenni, de országos terem másodikak vagyunk 3 éve, és mindig egy hajszál választott el attól, hogy bajnokok legyünk. Úgyhogy nagyon szeretnénk több lányt szerezni, lányt, nőt, tehát nálunk azt mondom, hogy 11-12 éves kortól lehet csatlakozni, és akár, hogyha van sportelőélet, akkor még 30-30 felett is válhat valaki jó játékossá. Úgyhogy emiatt rendszeresen próbálunk nyitott női edzéseket szervezni. Szeptemberben volt legutóbb, és most január 18-án, szerdán lesz a következő. Ez kifejezetten egy kezdő nyitott női edzés lesz, tehát ide most csak lányokat várunk, és nyugodtan bárki jöhet, aki még soha nem is fogott a kezében frisbeet, olyan is. Mennyi idő kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön a játékba, és mondjuk elsajátítson egy-két trükköt? Nagyon változó, attól függ, ugyanúgy, mint a többi sportban, hogy milyen képességekkel érkezik valaki. Sportelőélettel azt mondom, hogy van, akiből már fél év alatt egy használható játékos lesz, és egy év múlva pedig akár egy egész jó játékos lehet belőle. Nyilván ahhoz, hogy tapasztalt, igazán profi játékos váljon valakiből, kell minimum 3 év rendszeres edzésekkel. De egy év alatt azért mindenki megtanulja a játékot, és annyira, hogy elvigyük versenyre, csak hogy kipróbálja, hogy tapasztalatot gyűjtsön, ahhoz néhány hónap is elég szokott lenni. De akár egy elmagyarázás után már valaki tudja ezt a játékot játszani, nyilván a dobások valószínűleg nem sikerülnek, de pár hónap az elég ahhoz, hogy használható legyen valaki a pályán. Csak hogy az érdeklődőknek felvázoljuk azt, hogy mi vár rájuk mondjuk egy edzésen, hogyan épül fel egy tréning nálatok? Szerintem nagyon hasonlít a miénk is a többi csapat sportos edzéshez. Bemelegítünk, általában van futóerőnléti, vagy épp gyorsító edzések, dobálás természetesen. Azt inkább azt szoktuk mondani, hogy inkább edzésen kívül 1-2 óra dobálás minimum minden héten, edzésen inkább csak úgy rámelegedünk az edzésre. Utána jönnek a drillek, ezek technikai gyakorlatok, futós, passzolós gyakorlatok. Ha belefér az időbe, taktikákat is nézünk, tehát játék taktikákat, és az edzés végén mindig van játék. És edzésen, pályán kívül mennyire alkot a csapat egy baráti társaságot? Nyilván ez is fontos. Igen, igen. Életében. Igen, ez az Ultimate Frisbee csapatoknál nagyon fontos. Nekem az előző, a régi csapatom is egy baráti társaság volt. Az nagyjából abból is állt össze. Itt nyilván Fehérváron már nagyobb is a csapat, itt már sokan jöttek teljesen ismeretlenül toborzásra, de azt mondhatom, hogy a csapat magja, akik már régóta itt vagyunk, azóta egy baráti társaság lettünk, tehát edzéseken, versenyeken kívül is szoktunk találkozni, de maga egy edzés, vagy főleg a versenyek mind egy nagy közösségi élmény. Ugye a felvezetőben azt mondtam, hogy lassan indul a szezon, és a néhány napon belül, hogyha minden igaz, akkor útra is keltek. Igen, igen.
a Kentos Disk névre hallgató, elég gyakoriak az ilyen fantázia nevek az Ultimate Frisbee-ben. Hajdúböszörményben lesz egy nemzetközi verseny, ez open lesz, kispályás teremben. Ez inkább van egy ilyen kategóris a frisbee-ben, hogy bulitorna, tehát ahova azért megyünk, hogy játszunk egy jót, jól érezzük magunkat, természetesen azért megpróbálunk nyerni, tehát nem veszük félvárról, de itt az a fő cél, hogy élvezzük a játékot. Én, ahogy láttam, vagy olvastam, több mint 20 egyesület működik már Magyarországon, de javíts ki, hogyha tévedek, és több, de azért ez is egy szép szám. Igen, úgy tudom, hogy pontos számra nem emlékszem, de közelíti de most már a 20-at, igen. De mennyire főváros központú ez a sportág egyébként? Ritkák a vidéki csapatok? Vidéken jelenleg Debrecenben van egy nagy csapat, Szegeden egy nagy csapat, mi vagyunk itt Székesfehérváron, Diósdon, ők már ugye főváros közeliek, de nem budapesti csapat, és igen, és a többi csapat Budapesten van. Ózdon van még egy csapat, ami most kicsit inaktív, de régen ők nagyon nagyok voltak, illetve onnan indult a frisbee. Igen, jelenleg. Hát a cél ugye mindenképp az, hogy a Fehérvár Lions is egy még nagyobb csapattá váljon, és ugye részben már említetted, hogy várjátok a sportos lányokat, no és persze mindenkit, mert ugye nyílt edzések mindenki számára. Igen, tehát most a többi edzésünket is nyitottnak hirdettük, úgyhogy fiúk is csatlakozhatnak, ez a január 18-ai az egy olyan alkalom, hogy csak lányokat várunk, de egyébként fiúk is, juniorok, felnőttek is. Szerdánként elsősorban junior edzésünk van, hétfőn pedig seregélyesre járunk most terembe, az inkább felnőtt edzés, de a jobb juniorokat oda is elvisszük, illetve csütörtökön van a szabadtéri edzésünk a MAF-pályán, a First Field-en. Tehát akkor még egyszer az információkat a hölgyek, a nyílt edzésre mikor, hová? Január 18-án, szerdai nap, a Bugát középsüli tornatermében este 7:30-tól 8:00-ig lesz ez az edzés. És egyébként pedig a nyílt edzések általánosságban véve, amelyek mindenki előtt nyitva állnak, január 5-én, ugye? Este 6-tól. A First Field-en lesz az első alkalom. Igen, ez az alkalom most valószínűleg elmarad az időjárás miatt. Itt úgy vagyunk vele, hogy esőben, hóban, hidegben és 0 fok alatt nem mindig megyünk ki. Uh-huh. Most még nincs semmi olyan versenyünk, amire nagyon készülni kéne, ez a heti edzés elmarad. Jövő héten valószínűleg már meg lesz tartva. Tehát szerda csütörtök, és akkor szerdán a Bugát Pászak gimnázium, fél hét és csütörtök First Field 6, ugye? Igen. Hogyha jól mondom. Igen. Mik az idei célkitűzések, tervek, miket vártok a First Field-re, ti pedig az említett hajdúszoboszlói versenyen kívül még merre felé versenyeztek majd? Mi most valószínűleg szervezünk Mórra, a Bekerle csarnokba egy tornát, ez is nemzetközi torna lesz, hasonló a hajdúböszörményihez. Egyelőre ez a fix tervünk, de várjuk az országos Open és női terembajnokság kiírását. Ugye, mint mondtam, ott a női csapatunkkal eddig mindig jól szerepeltünk, szeretnénk most ezt újra, illetve a fiúkat is most már valószínűleg jobb helyezéseket fognak elérni. Illetve mindenképpen szeretnénk majd a First Field-re több versenyt is, legalább egy országos bajnokságot, és nem kizárt, hogy egy nemzetközi versenyt is szervezni a nyárra. Van-e valami elmondatotok, vagy kabalátok, vagy közös felkiáltás? Amivel... A Lions az oroszlán, ugye ez a nevünk. Hát akkor hajrá Lions! Köszönjük! 2017-ben is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm is. Önöknek pedig köszönjük megtisztelő figyelmüket, ez volt a Bajnokok Városa. Viszontlátásra!